Nagykörös már a 19. században jelentős alföldi mezőváros volt. A város nagy kiterjedésű puszta, tanyavilág vette körül. A legelők felosztásával a századfordulóra megszaporodtak a tanyák. Az 1930-as években a lakosság 40%-a a tanyákon élt. A nagybirtokos gazdálkodás helyett családi gazdaságok alakultak ki. A kis- és középparasztság a kültéri állattartás és gabonatermelés mellett egyre inkább gyümölcs- és zöldségtermesztésre tért át. Termékeik nem csak a hazai piacokon, de Bécsben, Berlinben, Londonban is keresettek voltak. A II. Világháború pusztításai után 1945 őszén a termények országszerte betakaríthatatlanok voltak. Súlyos közélelmezési válság keletkezett. Az országra három kötelezettség nehezedett. A jóvátétel megfizetése, az itt állomásozó szovjetek élelmezése és a magyar társadalom közellátásának biztosítása. A II. Világháború után édesapám is, meg valamennyien előbújtunk a rejtek helyekről, aztán nekiláttunk. Nagy erőfeszítést tettünk, hogy föld ne maradjon műveletlenül, bevetetlenül, csak sajnos a küzdelmesen megtermelt gabonának, egyebeknek nem tudtunk igazán örülni, mert már akkor a közellátásokra hivatkozva megindult az, hogy egy részét a termésnek be kellett szolgáltatni. Úgy 14 éves voltam, hát három gazdasági épület volt, egy maradt meg belőle, kettő tejdózeroltak, 20 darab tehén, vagy 100 darab pulyka, liba, ezeket mind elvitték. Lovakat is elvitték, két ökör maradt meg, amivel tudtunk boldogulni, tehát a földeket mívelni. Sok ezer dolgozó, élmunkás és sztahanovista kemény elhatározással fogadja meg a termelés fokozásával, hatalmas eredmények elérésével az új munkaversenyben, bebizonyítja, hogy méltó az ajándékba kapott szabadságra, tud vele bánni és kész azt meg is védeni.
1948-ban Rákosi a kecskeméti beszédében meghirdette a kollektivizálást, és innentől kezdve felgyorsultak a folyamatok a szovjet akaratnak megfelelően. 1949-ben Rákosi arról beszélt, hogy a magyar parasztság mintegy 90%-a 3-4 éven belül rendes, szocialista, közös társas művelésben művelje a földjét. Mivel a kulákokra, mint a kapitalista rendszer utolsó maradványára tekintettek, és tulajdonképpen bennük látták a magyar mezőgazdaság szocialista alapokon történő átszervezésének gátját, ezért lényegében már 48-tól törekedtek arra, hogy ezt a társadalmi csoportot egyre inkább ellehetetlenítsék. A kulákok a legvadállatiasabb, legdurvább, legvadabb kizsákmányolók. Pókok a kulákok, melyek a parasztok és éhező munkások vérén híztak kövérre. Piócák, melyek a dolgozók vérét cívták, annál jobban gazdagodva, minél jobban éhezett a munkás a városokban és a gyárakban. Vámpírok, melyek a kezükbe ragadták és ragadják a földesúri földeket, és újra meg újra igába görnyeztik a szegény parasztok. Egyre többet kellett adni. Akkor kezdődött az, hogy beszolgáltatási, beadási könyvet adtak a gazdaembereknek. Ebbe a beadási könyvbe tételesen föl van tüntetve, hogy miből mennyit kell beszolgáltatni. Ugye a megbélyegzés, a nagy zöld K betű, és akkor kezdődött a baj, amikor kiderült, hogy amit itt írtak, nem tudott eleget tenni. Nézegettük ezeket az adatokat, mai gazdálkodókkal mondják, hogy olyan összegeket írtak ki, olyan mennyiséget, amit a mai intenzív termő gabonákból sem lehetne produkálni. Eleinte a félelemtől indítatva megvettünk dolgokat, és azt adtuk be, de a tartalék is elfogyott. Volt vagy 30-40 darab tyúk, azt megszámolták, és akkor minden hónapra ki volt adva, hogy hány darab tojást kell beadni. Hát ugye, sajnos ugye hiába mondtuk mink a tyúkoknak, hogy hát ennyit kell beadni, tojni kell. Akkor ugye a piacokat, ceglét, körös összejártuk nővéremmel, és akkor megvettük. És így tudtuk beszolgáltatni, mert féltünk attól ugye, hogy édesapámat el fogják vinni. Káder 1948 májusától már belügyminiszter volt, és 48 második felétől már felállították azokat a kulákverő csoportokat, amelyek bizony járták a falvakat, és a mezőgazdasági szabotázs elhárító csoporton belül is léteztek olyan csoportok, amelyek szintén a kulákgazdák megfigyelésére, ellehetetlenítésére, sakbantartására voltak specializálódva. Ezek az LVH-s különítmények sokszor a teherkocsikon járva érkeztek egy-egy faluba, és olyanra is találunk példát, hogy mondjuk egy tanyán, egy adott tanyán összegyűjtik azokat a gazdákat, akiket a társadalmi rendre veszélyesnek mondtak vagy ítéltek, és volt arra példa, hogy akár orvost is rendeltek ki, mert tudták azt, hogy itt olyan
atrocitások fognak történni, aminek, hogy megakadályozzák esetleg azt, hogy halálos kimenetele is legyen, jobb, ha ott van helyben egy orvos is. Édesapámat annyira megverték, hogy Nagykőrösről 8-10 kilométerre volt a gazdaságunk, és már a gazdasági területén már nem tudott tovább menni, összeesett. Olyan kék volt a háta, de azt mondták, hogy ha valakinek megmondja, hogy hol járt, akkor még ennél többet kap. Szóval ez, mondom, engem is megvertek, hát szóval rettenetes volt. A kulákokat éjszaka hívták be a tanácsházára. A nagymamámat behívták, elment, és soha nem tudom elfelejteni. Úgy jött vissza, hogy csupa vér volt a ruhája. Úgy összeverték. Mikor legközelebb újra hívatták, mert ha nem ment be, akkor rendőr jött ki, és rendőri kísérettel vitték be. Édesanyám elkísérte, és nem engedték be. És akkor meglátták, hogy ő ott az ablak alatt a fának támaszkodva áll, és akkor jöttek ki. És hát ez a bizonyos elekes összerugdosta. Pedig játszótársa volt. A férfiak ott összecsinálták magukat, úgy összeverték. Utána mögítatta velük. ...1949-től a kulággazdák igyekeztek megszabadulni a földjüktől, ezáltal szabadulni a rájuk háruló kötelezettségektől. Viszont hiába ajánlotta azt föl az államnak, vagy hiába íratta szét a gyermekei között, aki egyszer felkerült a kuláklistára, az mindvégig az 50-es években politikailag megbélyegzett marad, és továbbra is kulákként tekintettek rá. Azt se értettem, hogy éjszaka miért sírnak a szüleim. Napközben nem, de éjszaka sírtak. Arra ébredtünk gyerekek föl. És én nagyon szerettem a szüleimet. Én az apámra mindig fölnéztem. Ő volt a nekem a legjobb, a legerősebb, a legokosabb. És nem tudtam, hogy mik azt mondták, hogy kulák, és a tankönyvünkben tele volt a kulákok, különböző jelzőkkel ellátva. Gyerek nem tudtam összeegyeztetni, csak azt tudtam, ha az én apám kulák, akkor azok a jelzők nem igazak. Az édesapám, miután nem tudott a beadási kötelezettségének eleget tenni, rögtön a bírósági ügy lett belőle, és azonnal elítélték 2 év börtönre, 5000 forint vagyonelkobzásra, 3000 forint pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra. Az a pénz akkor nagyon nagy pénz volt. És a börtönbüntetését rögtön meg kellett neki kezdeni a szegedi csillagbörtönbe. És még ő ott a börtönbüntetését töltötte, addig itt a folyt a vagyonelkobzás. Ami úgy zajlott le, hogy ide álltak a ház elé 3 nagy fuvaros kocsival, bejöttek ide, vagy 4-en, még egy rendőr is a nyomaték kedvéért, és akkor amire rámutattak az embereik, azokat vitték ki. Úgyhogy a jobbacska bútorokat, de még a ruhafélékből is a téli kabát és az értékesebb ruhákat is elvitték. Az udvart olyan értelemben kiürítették, hogy apró jószág, baromfik.
tehén, malac, minden, ami volt, lovak, az mindent elvittek. És itt maradtunk minden nélkül. Az édesapánk börtönben volt, két havonként írhatott levelet, azok a levelek is cenzurázottak. Mindegyik levél olyan, hogy bélyegző van rányomva. Csak ceruzával írható. Tehát abban az időben még golyóstól nem volt. Tollatot nem adhattak, vagy ilyen szúrószerszámot. Tehát ceruzával írott ellenőrzött levelek. Mindig csak azt írható, hogy én jól vagyok. Akkor is, amikor utólag tudtuk meg, hogy 53 áprilisában tüdőgyulladást kapott. Sok-sok kérelemre, meg nyilván az orvosi javallat alapján, és augusztusban közkegyelembe részesült, és hazaengedték. Mikor hazajött, attól kezdve ilyen szomorú lett. Azelőtt egy délceg, egészséges parasztember, egy szorgalmas, dolgos, munkás, és ilyen állapotba került haza. Betegen, megtörten, szomorúan. Hiába vallatta a család, hogy könnyítsen magán, tessék elmondani, mi történt a rendőrségen. Nem mondott, ő sem mondott semmit. Nyilván megfelel, ahogy utólag hallja az ember, hogy nem volt szabad nekik elmondani semmit, hogy mi volt ott. TBC-s volt akkor már. Miután ott nem kezelték, 59 májusában meghalt, 58 éves korában. Nagyon nagy fájdalom ez nekünk, hogy ilyen módon halt meg az édesapánk, aki egy egészséges, derék, jó, becsületes parasztember volt. Mindig törvénytisztelő, tehát itt olyan nem fordulhatott elő, hogy adó kirovásnak nem tett eleget, vagy bármi másnak is. És mégis annyira méltánytalannak és olyan szörnyűségnek éreztük ezt, ami édesapánkon megesett, és hát ebből eredően az egész családon. Kulággazdáknak a házukhoz mentek ki az elszámoltató bizottságok. Ezek voltak az úgynevezett padlássöprések. Nagyon sokszor a gazdáknak a házát a padlástól a pincéig végigdúlták, a szekrényeket kiforgatták, az ágyakat, és mindenhol elrejtett készletek után kutattak. Nagyon sokszor ugye azzal is találkozunk, hogy a kulákokat fegyverrejtegetéssel vádolják meg. Ezek a fegyverrejtegetések is azonban mondva csinált ürüggyel történtek, hiszen előtte elhelyezték az adott gazdánál a fegyvert, és utána ennek vádjával viszont akár bíróság elé is citálhattak gazdákat. 1950 és 1953 között mintegy 400 ezer gazdát ítéltek el közellátás vétsége jogcímén. A bíróságoknak rendszerint kapcsolatban kellett lenniük a helyi tanácsszervekkel, a helyi pártszervekkel, a helyi TSZ-szel is. Az összefonódás és az egymás tájékoztatása nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a bírónak tisztában kellett lenni azzal, hogy a saját járása területén mennyiben érvényesül a párt akarata, milyen a közhangulat, milyen a társadalmi tagozódás, mennyiben érvényesül a kulákság befolyása, a TSZ mekkora területet művel, szükség van esetleg arra, hogy esetleges vagyonelkobzásokkal a TSZ-ek földjeit tovább növeljék. Tehát, hogyha egy adott TSZ-nek szüksége volt egy földterületre, akkor az ellen a parasztgazda ellen indítottak eljárást. Ezeknek az eljárásoknak a végeredménye általában börtönbüntetés volt, tehát főbüntetésként börtönbüntetéseket szabtak ki, mellékbüntetésként alkalmazták a vagyonelkobzást,
ami viszont súlyát tekintve sokkal inkább megviselt egy-egy gazdát, illetve annak családját, hiszen a vagyonelkobzás mértéke pár száz forinttól kezdve teljes vagyonelkobzásig történhetett. Tíz darab hízónk volt, mind a 10 darabot elvitték, édesapám azt mondta, hogy csak egyet hagyjanak, hogy mi is együnk. Azt mondták, hogy főzzenek lekvárt, vagy egyenet, amit akarnak. Mind elvitték. Az összes jószágot, minden szoba. A lakásból az összes konyha, szobabútort mind kitakarították. Szóval én nem is tudom megérteni, hogy a szüleim idegileg hogy bírták ki, hogy ezt a gyönyörű szőlész volt, a hordókat elvitték, 10 darab, 2 hektós hordókat, 6 hektósat, kádakat, prést, amit csak meg lehet, gazdasági ekéket, szénakaparógépet, magtisztítót, elég jó, akkoriban elég jó fő volt szerelve, így gépesítve is a gazdaság. De hát nem maradt semmi. Persze, amit elveszítettünk, elsősorban az édesapánk élete, azt nem kárpótolta senki, és semmi a későbbiek során sem. Édesanyánk se sokkal élte túl, őt is megviselte. És nem egyedi eset volt, az még egy nagyon szomorú dolog. Ez a város egészére nézve, mint ma már ismeretes, több mint 900 kuláknak megbélyegzett polgára volt akkor Nagykőrösnek, akiknek a sorsa a miénkéhez nagyon hasonló. Én fekete ruhát is azért nem szeretek használni, mert abban az időben sokan voltak, akik önkezükkel vetettek véget életüknek, vagy úgy megroppantak, hogy meghaltak, és mind szakadatlan temetésre jártunk fekete ruhába, úgyhogy az egy olyan nyomasztó korszak volt, olyan nyomasztó időszak ez a 50-es évek, hogy azt nem lehet az emlékezetünkből kitörülni. A nővéremnek az apósa, Pesti Gergely, a saját földjén fát vágott ki. Néhány nap múlva rendőrök mentek ki, hogy hol az engedély favágásra. Én ültettem, mondja, a saját földemen, de nem fogadták el, úgyhogy bevitték itt Körösön a rendőrségre. Néhány napig benn volt, nem tudjuk, hogy mi történhetett vele, csak mikor hazaengedték, akkor olyan szótlanná vált. Meg egy éjszaka másnap reggelre megőszült. Egy hajnalba kiment az istállóba, és öngyilkos lett. Volt, aki felakasztotta magát, volt, aki Kotinti volt. Egyik fölöttem járt, kitűnő tanuló volt az illető. Annak az édesanyja nem bírta idegekkel ezt az állandó zaklatást, házkutatást, és az nikotint ivott, és a kislányával is meg akarta itatni. Hát az is milyen szörnyű lehetett. Kulákok nem csak a földbirtokosok, hanem mindenki, aki kizsákmányol. El kell érnünk azt, hogy a kulák kalapot emeljen a titkár előtt. A kulákokra nem szólnak a védőrendelkezések.
Alaposan meg kell nézni a házatáját, és minden szabálytalanságért felelősségre kell vonni. Trágya, szennyvíz, tűzrendészet, állattartás, állatkínzás, jelentési kötelezettségek és még számtalan. A demokrácia nem védi a kulákokat. Nem használtuk fel a közigazgatást és a rendőrséget, hogy a kulákokat visszaszorítsuk. Érezzék, hogy a kizsákmányolást megszüntetjük. Lakásínség van, tehát a kulákok felesleges szobáit igénybe kell venni. Le kell járatni a kulákokat, meg kell szégyeníteni őket. A korlátozás a megsemmisítés kezdete. Rámenni a kulákra minden körülmények közt, a legveszedelmesebbre, a rendőrséggel karöltve. A kulák befolyásmentesítés érdekében minden eszközt fel kell használni. A bíróságoktól ítéletkivonatok érkeztek a megyei, illetve az országos pártlapnak a szerkesztőségébe, és ezek alapján cikkek íródtak, amelyekben az egyes településeken a különböző kulákszabotázsok, illetve a kulákok ellen kiszabott bírósági ítéleteket ismertették meg a szélesebb publikummal. A hatalom a kulákoknak bélyegzett gazdákat gúnytárgyává tette azáltal is, hogy a legismertebb labban, a Ludas Matyiban különféle karikatúrákat közöltek a kulákokról, amelyekkel azt igyekeztek propagálni, hogy a kulák tulajdonképpen minden lehető módon igyekszik a szocializmus építésének gátat vetni. Tehát agitál a TSZ belépés ellen, minden lehetséges eszközzel igyekszik szabotálni a beszolgáltatást, az árukat elrejti, spekulációval foglalkozik, illetve a kis- és középparasztokat is igyekszik saját befolyása alá vonni, és ezáltal elvonni az erőt, hogy azok a helyes utat választva a TSZ-be lépjenek. Kulákokat Kulák Kelemennek, Zsíros Zsigmondnak, Zsíros Zsigának nevezték. Az asszonyokat is elnevezték általában Zsírosné vagy Hájas asszony néven. A kulákokat nagyon sokszor állatokkal ábrázolták együtt, például varjakkal, akik kárognak, ugyanúgy, ahogy ugye a kulákok rémhírt terjesztenek. Úgy volt megcsinálva, hogy egy kasba, azt volt a tojás, és édesanyám, mint kotlóstyúk, rajta ül a tojáson, és édesapám, mint kakas, hát védi, és nem engedi, hogy a tojáshoz hozzányúljanak. Szóval ez volt a karikatúrával rajzolva. Hát ugye ismét gyerekek is nézték, és hát volt, aki mondom, ügyes rajzoló volt, le a kalappa előtte. És akkor volt, aki hát kinevette, és megint az, hogy a szüleim ön nevetnek. És hogy miért érdemülték meg? Hát azért gyűjtötték össze azt a tojást, hogy beadják. Nem mi akartuk főhasználni. És ezt, mint gyereknek átélni az ilyen emlékeket, ezért mondom az, hogy egy részben boldog gyerekkorom volt, más részben még nem volt gyerekkorom. Boldog voltam, mert éltek a szüleim. Volt egy szeretett testvérem. Jókat játszottunk az utcán, a homokban, meg itt a kút környékén, a placon. De másik szempontból meg egy idegennel például nem mertem szóba állni, mert nem tudtam, hogy mi szólít meg. Mert annyi besúgó volt, és nem mertem
őszintén beszélni, mert nem tudtam, hogy melyik szavamat fogják félreérteni, és azt a szüleim ellen fordítani.1950 nyarától kezdve, kezdetben a nyugati, illetve a déli határsávból gazdákat családjaikkal együtt a Hortobágyra telepítettek ki. A Hortobágyon az ott lévő tanyavilágot már 1945-től kezdődően fokozatosan 1949-re felszámolták, és ezeken a területeken 12 állami gazdaságot, munkatáborként is funkcionáló állami gazdaságot hoztak létre. 1937-ben születtem Baranya megyében, a Siklósi járásban, Nagytótfalu községben. Alkalmazottaink voltak, földjeink, szőlőink, erdőnk, szép állatállományunk, traktorunk, cséplőgépünk, ami kellett egy akkori viszonyok között egy parasztpolgárnak a tulajdonában lenni ahhoz, hogy egy prosperáló gazdaságot tudjon létesíteni és vezetni. A traktort meg a cséplőgépet már 49 tavaszán, kora tavaszán elvitték. És akkor átvették a földeket úgy a Siklósi Állami Gazdaság, hogy ha be vannak vetve a vetésforgó szerint, vagy meg vannak művelve, és ingyen bérmentve. Hagyott édesapám 13 holt földet, hogy majd most mi majd műveljük. Hajnalban az a nevezetes 1950. június 23-án keltegetett édesanyám, hogy kisfiam, keljék föl, mert édesapádat elvitték, de majd visszahozzák, azt mondták, és akkor utána el kell 2 óra hossza múlva el kell mennünk. És akkor de akárhova ment édesanyám, vagy akárhova mentem én, mindenhova gyűtt egy ávós utánunk, a saját lakásunkba, akkor még a sajátunk volt. És akkor hát összecsomagoltunk, amit lehetett, és irány a Siklósi vasútállomás. Arra ébredtünk föl hajnali 1:30 körül, hogy őrületesen verik az ablakot, és kinyitni rendőrség. Hát ugye én voltam a legközelebb és a legmozgékonyabb, tehát nyilván én mentem ajtót nyitni, és erre föl 3 rendőr jött, fegyvert rám, fogva rögtön, és tessék bemenni, és akkor ott közben az örgésre ugye a szüleim is felébredtek, és akkor kijelentették, hogy 1,5 órán belül el kell hagyni a lakást, körülbelül egy olyan 20 kilónyi cuccot vihetünk magunkkal, amiben beletartozik az élelem, az edény, a ruházat, sőt még a 1-2 szerszám is, mert ne gondoljuk azt, hogy mi nekünk nem fizikai munkát kell majd végezni. Bolyi állomásra vittek bennünket, ahol egy hatalmas szerelvény volt, rengeteg rendőr, ávós, kutya. Vagon másik felébe egy tehén volt, a földeségnek a tehene, mi pedig a másik felén. Hát volt ott olyan mohácsi cukrász, a Balog Karcsi bácsi, aki bent feküdt a Pécsén, a belgyógyászati klinikán, és odahozta ki a mentő, és bevágták a családjához a vagonba, mert a családja már utazott Hortobágyra, úgyhogy voltak betegek is, meg 80 éves öregek is. A vagonok mentek Budapesten keresztül, és hát a végén Hortobágyon kötöttünk ki. Ott döbbentünk rá, hogy micsoda rengeteg ember került ide, a 300 körül létszám lehetett, a jó ég tudja akkor, mert olyan nagy volt a felfordulás, hisz ott is aztán ávósok vártak bennünket, rendőrök, szürke rendőrök, sorba állítottak bennünket.
vontatókat küldött ki a borzasi állami gazdaság, az időseket, a pici gyerekeket, mert bizony az is bőségesen volt, fölpakolták a vontatókra, és hát így indultunk útra. A rendőrök tágas térre, ez egy major volt tulajdonképpen, istállók, gazdasági épületek, amíg van egy ilyen nagy tanyában. Ott akkor előjött egy civil, akiről később megtudtuk, hogy az állami gazdaságnak az igazgatója, az fölálltott egy hokedlira, és az tartott nekünk egy beszédet, hogy maguk a népnek az ellenségei, maguk a kizsákmányolók, hercegek, grófok, kizsákmányolók, népnyúzók, vérszívók, maguk itt fognak megdögleni, a maguk testével lesz itt a főd megzsírozva, és magukkal mi nekünk nem kell. Voltak itt trágyázás megoldva, úgyhogy még ragadt a birka trágya, ahova mi jutottunk, a tipünk talpán, és akkor ott szalmával beszalmáztak, és az ajtók, bejárati ajtók szélességébe lett egy út. 45-50 centinyi hely jutott egy embernek. Ha egyik meg akart éjszaka fordulni álmába, akkor lehet, hogy föl kellett a másikat ébreszteni, hogy fordulj már meg, mert nem bírok megfordulni. Úgyhogy nem volt valami francia ágyszélességű hely. És akkor a rendőrök ott egész éjszaka grasszáltak valakit, kipécéztek magukra, belevilágított a szemükbe, hogy hadd ébredjen föl, és hogyha fölült ilyettébe, akkor feküdjön vissza, mert elővöm, mint a kutyát. Ilyenek is voltak. De volt olyan is, aki nem így viselkedett. Leány, férfi, gyerek, öreg, az senkit nem izgatott, nem zavart. Egy tallóra mindenkinek ki volt osztva. Itt kezdték, és akkor megadták, hogy ki megy, hogy megy sorra, és így lettünk besorolva. Mire odaértünk, mindjárt aratással is kezdtük. Volt olyan nyár, a több mint 40 hónapos időszak alatt, hogy szinte 3 hónapon keresztül minden nap kaszáltam. Mert kezdődött a fűkaszállással, aztán a takarmánykaszállás, aztán az aratás, úgyhogy végig, mert akkor még nem volt aratógép sem ottan, ugye, hanem minden kézi munkával ment. Tehát csináltuk a munkát. Hát én 21 éves voltam, mert ugye közben én megjártam a hadifogságot, és akkor utána a kitelepítést. Ahány csapat ment dolgozni, annyi rendőrkísérő, és volt úgy, hogy 10 kilométerre kellett menni, gyalog oda, gyalog vissza. ’51-ben Budapestről is kitelepítettek mintegy 14 ezer volt arisztokratát, polgári származású embereket, és ezeket a kitelepítetteket elsősorban Budapesttől távolabbi megyékben, 7 megyében helyezték el kisebb településeken. A Budapestről kitelepített családok jobbára olyan kulákoknak bélyegzett gazdákhoz kerültek, akiktől azt várta a hatalom, hogy a befogadó és az érkező családok társadalmi hovatartozásuknál fogva egymással szembe kerülnek. Azonban a hatalom nem érte el a célját, hiszen ezek az emberek nagyon sokszor sokkal inkább egymásra találtak ebben a kiszolgáltatott helyzetben. A helyi lakosság ugye először nagyon meg volt félemlítve, mert
őt elrémisztették az embereket. Tehát ők azt mondták, hogy itt grófok, bárók és egyéb ilyen kizsákmányolók jönnek, és hát aztán a végén, mikor látták azt, hogy amikor ott dolgoztak ugyanabban a gazdaságban, nem együtt, hanem, de látták, hogy ugyanúgy képesek aratni, kaszálni, mindent megcsinálnak úgy, ahogy kell, akkor az emberek látták, hogy itt valami nem stimmel, itt valakiket félrevezettek. Voltak olyanok, hogy birkát őriztek a juhászok. De hát mindenféle juhász, mindenki mindig szokott sajtot csinálni, ezt, azt, túrót, azt. És hát végén kialakult egy ilyen kis cserekapcsolat, egy papírra ráírt, hogy mit kér, és akkor oda kitették, és utána másnap vissza oda tette a pénzt. Szóval lassan kialakultak ezek a kapcsolatok. A táborban először olyan 300 és 500 között volt, mert folyamatosan mindig hoztak újabb és újabb embereket. Volt olyat, akiket föntről hoztak, nem tudom én, Nógrádból, volt, akit máshonnét, tehát mindig hoztak. Például a 60-i vasutasokat, ugye akkor volt a 60-i ferences rendeknek a hogy összefogás és elszállítása a ferencesekre, és hát a vasutasok tiltakoztak ez ellen, erre föl a férfiakat elvitték Recskre, a családokat pedig elhozták Hortobágyra, itt is szétbontották. Úgy csinálták, hogy ahogy jöttek az autók az ávósokkal, az egyik autó ment jobbra, a másik balra, az egyiket az egyik táborba, a másikak pedig oda jöttek, úgyhogy hozzánk is 25 autóval hoztak oda 60-i asszonyokat, családokkal, gyerekekkel, férjek nélkül, mert azokat elvitték Recskre. Megépült a kiskunmadarasi repülőtér, a szovjet repülőtér, és ez a borzastanyam, ahol feküdt, meg a környéke, ez bombázótérré lett átalakítva. És innen mindennek, embernek, állatnak, épületnek, mindenkinek el kellett tűnni, és akkor áthelyezték Mihályhalmára a tábor. Tehát költözött a nép olyan 6-8 kilométerre, keleti irányba, Nádudvar felé. Utána később elkezdődött a Hortobágyban a nagy természet átalakítás. Föl kell törni a magyar pusztát, majd itten rizst termelünk, aztán gyapotot, és akkor ihajtjuk, hogy itt lesz a nagy paradicsom. Gőzerővel beindult a rizs termelés, és akkor gátépítés, még vegyszerek nem voltak. A rizsgyomlálás az volt a legfőbb munkája a fiatal korosztálynak. Mumicsizmában, mezitláb, mikor milyen volt az idő, ráigérő vízbe, de nem fáztunk, mert jó idő volt. És akkor a kézzel ki kellett szaggatni a gyomokat a rizs körül, és akkor azt ki kellett a gátakra hordani kézbe, és akkor letettük. Hát főleg a kakaslábfű, meg a gyékény, ez volt a két kedvenc gyomnövény ottan. Hát volt szúnyog bőven, bögöly bőven, pióca is akadt, de mi már úgy kitaláltuk, hogy a piócáktól hogy lehet megszabadulni, mint a vöcsök. Már a második részben, mikor átkerültünk, akkor szerencsénk is volt, mert Fertő mellől egy községből elhozták a sekrestyést, és elhoztak még két vagy három családot. Na most ebben az volt a csoda, hogy a sekrestyés az tulajdonképpen egy orvos volt, egy szerzetes orvos. Ez a doki tulajdonképpen ez volt a mi mencsvárunk, mert ő aztán kapcsolatot teremtett a debreceni orvosokkal, a klinikával és a kórházzal, ellátták gyógyszerrel, ugyanúgy kiárt a gátakra a listelepen, mindent csinált, és amikor este hazajött, akkor fogta magát, és akkor elment és gyógyított, fogat húzott, amit kellett, mindent megcsinált. Második évben megengedték, hogy küldhettek 3 kilós csomagot a táborlakóknak, és akkor rengeteget változott az ellátás, főleg azoknál, akiknek olyan kapcsolata volt a külvilággal. A csomagokat nekünk azok az emberek küldték a szülőfalukból, akik nekünk a munkásaink voltak. Jobban törődtek talán velünk, mint a rokonok.
csomagbontás az rendőr jelenlétében voltam, nem ám úgy, hogy köszi, azt elmentem a barakba. Lassan kialakultak az emberi kapcsolatok. Itt mutatkozik meg az, hogy mi az, hogy embernek lenni, mert a gazdaságban is voltak olyanok, akik ott dolgoztak, mint vezetőbeosztású agronómusok, és amikor odavittek bennünket, akkor 2-3 hónapon belül eltűntek, mert mindenki menekült onnét, mert félt attól, hogy mi lesz ennek a következménye és hogy lesz. Egyetlen olyan a főagronómus, a Gyulai Sándor, ő volt az, aki kitartott azért, hogy segíthessen. Jöttünk haza a munkából, és épp az említett főagronómus, a Gyulai Sanyi jött kis fogattal, és akkor egyszer csak leszól a kocsiról, hogy van ám egy jó hírem, meghalt Sztálin. Ez volt az a hír, ami akkor úgy hatott az emberekre, mint egy villám. Tehát föl is dobott mindenkit, fölélénkültünk, és valahogy egész másképp éreztük magunkat. Júniusában végbe ment egy fordulat, amely Nagy Imre miniszterelnökségéhez köthető, eltörölték a kulák listákat is. Amikor a munkatáborokat felszámolták, akkor 1953. októberétől nyílt arra lehetőség, hogy ezek a kitelepítettek telepesek elhagyják a Hortobágyot. Akkor, mikor elbocsájtottak bennünket, és mindenki kitöltötte az papírját, hogy kijelentkezik a táborból, akkor töltötte ki a bejelentkezési lapot is. Addig mi nem voltunk személyek, legfeljebb számok. Utána kaptunk egy olyan papírt, hogy elmehetünk, de nem mehettünk Budapestre, nem mehettünk bizonyos városokba, hatásába, stb. A régi otthonainknak a közelébe se. A kuláküldözés nem szűnt meg, hiszen Rákosi 1953. novemberében egy budapesti pártaktíván tartott beszédében elmondta, hogy a kulák marad listával vagy lista nélkül is. Itthon ugye nem tudtunk újra talpra állni. A gazdaság nem tudott talpra állni, miután vagyonelkobzás is volt. A még meglévő földtulajdont is már akkor a TSZ-be, hogy a közösbe be kellett szolgáltatni, nem volt mit tenni, kimentünk a nagykörsi konzervgyárba dolgozni. Miután szakképzettségünk oda nem volt, segédmunkásként kezdtük, és ott dolgoztunk, és oda is csak idénymunkásként vettek föl bennünket, ami azt jelentette, hogy egy-egy terménynek, vagy gyümölcsnek, zöldségnek a szezonja lefutott, akkor elküldtek bennünket, tehát egy nagy bizonytalanságba éltünk. Mi is ilyen módon ugye megbélyegzettek voltunk évtizedeken keresztül, úgyhogy csak hosszú idő után adódott nekem is lehetőség arra, hogy tanulhattam. Persze már fölnőttként munka mellett. Ugyanígy a testvérem is. Különösebb pozícióba soha nem kerülhettünk, jobbacska álláshoz nem igen jutottunk, csak nagyon küzdelmesen, sok-sok munkával. Hálát adok a jó Istennek, hogy a sors olyan kegyes volt hozzám, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, mert én mindig állatorvos szerettem volna lenni. És azért se nincs tele bosszú vágya, vagy ez zsúnya kifejezés a szívem, mert én kaptam kárpótlást. Úgyhogy én elvégeztettem az Állatorvostudomány Egyetemet summa cum laude minősítéssel,
mikor a sorstársaim még szakmunkások se lehettek. Mindenki becsöltetlen szófogadott és tanult, dolgozott, kinek mi jutott. Én mindig azt mondtam, hogy én büszke vagyok, hogy Kulák volt az apa. Mert ez azt jelentette, hogy az ősei is, meg ő is nem a kocsmába vitte, hanem becsületesen dolgozott, és azon volt, hogy a családja meg több jusson. Mi nem akartunk elmenni Kőrösről, de sokan voltak, akik miután látták, hogy itt ellehetetlenül minden, a megélhetést adó vagyoni hátteret elvették tőlük, elmentek más városba. Ott az az előnyük legfőjebb megvolt, hogy ott már nem bélyegezték meg őket, mert ott már nem foglalkoztak azzal, hogy a származás, hanem csak hogy dolgozzon.